A sportcsarnok ezúttal kulturális színtérként szolgált, hiszen a hatalmas díszletet csak ebbe az intézménybe lehetett felállítani. Az előadás előtt Kutor Veronika köszöntötte a közönséget. Utoljára 11 évvel ezelőtt volt hasonló mértékű nagy produkció a városban, és nagyon örülök, hogy azt láthatom, hogy van arra igény, hogy színvonalas, minőségű és kis kuriózumokat hozhatunk ide hozzánk. Én szeretném megköszönni a Városi Önkormányzat támogatását a TBG Productionnek, hogy ez az egész itt megalakult. Én köszönöm a kollégáimnak, a munkatársaknak, és annak a nagyon-nagyon sok fős személyzetnek, akik két napja azon dolgozott, hogy önök ma ezt a 2x50 percet, vagy önöknek ma ezt a 2x50 percet felejthetetlenné tegyék. A Vadak ura családi musical miről is szól? Hűség, kaland, szerelem, misztika, szépség, a természet dicsérete, ének, zene, tánc, próza, költészet és nagyívű slágerek, melyek az előadás után hosszú órákkal később sem mennek ki a fülünkből. Afrika, ó, csodás ízek, ó, a tója, a forró édes szellő elvesztett Afrika. A musical kreatív ötletgazdáját, Vonat Tibort, a monumentális produkcióról kérdeztük. Nyilvánvalóan nagyon izgalmas minden Covid utáni előadás. Mi nagyon büszkék vagyunk és hiszünk a minőségünkbe. Illetve ahol eddig jártunk, ott mindig mindenhol minden telt ház. De azért ettől függetlenül ezek izgalmas kihívások, hogy az embereket mennyire lehet visszahozni a közösségi terekbe. Napi szinten konzultáltunk a megrendelőjét, kibocsájtunk a Veronikáékkal, és hát hála jó Istennek, itt is azt látjuk, és az élmény pedig garantált, itt is azt látjuk, hogy szép számmal érkeznek a nézők, és nagyon kíváncsiak arra, amit hoztunk a tarsolyunkba. Ezt ígértük, hogy egy Broadway léptékű és minőségi musicalt fogunk elhozni Marcaliba, ami nem tudom, hogy ekkora léptékű, ilyen léptékű produkció volt-e már itt, most van. Igen, logisztikailag, hát ez 3 hónapja szerveződik. Négyzetcentiméter pontosan, mind az előadó művészek oldaláról, mind pedig a technika oldaláról. Közben volt egy 200-300 forintos üzemanyagára emelkedés, és még nem sorolnám az összes többit, ami ezeket a dolgokat nehezíti. Tehát nekünk az a dolgunk menedzsment szintjén, ezeket az akadályokat szép ívvel vegyük, és ebből a megrendelő és a tisztelt néző semmit ne érezzen, nem is fog. Minden készen van, mindenki itt van. A képzeletbeli függöny, mert azért az most itt nincsen, de a képzeletbeli függöny szét és fel fog menni este 6 órakor, és showtime. Aztán felgördült a képzeletbeli függöny, és elkezdődött az előadás. A Marcali Művelődési és Szabadidőközpont Nonprofit Kft. Szervezésében megrendezett 2 felvonásos 100 perces musical osztatlan sikert aratott a marcali közönség előtt is.